hőha, lehet, hogy nem lesz mérkőzés, Zsolt, megsérült Ivanbode. A gravitáció legyőzte Fanda Ivanbode. Kész, szerintem kiment a bokája. Hát ilyen, látod, ezért jobb úgy lassúzni, egy angol keringő. Hát... Ugye? Húha! Na meglátjuk, várjál, mert... Óriási fájdalmai vannak a hollandnak. Igen, igen. Itt, nézzük csak! Ajaj! Hopp! Puff! Puff! Hát talán nem sérült meg a lába. Na mindjárt még a hátsójára esett. Ilyet még nem láttam tőle. Mindjárt meglátjuk, ez most nem volt rendesen kimunkálva. Yeah. Kicsit túltolta ezt a technót. Igen, igen, most egyeztet Körke, hogy mi a helyzet. Húzza a lábát. Húzza bizony. Igen. Hát ilyet. Na megnézzük, hogy... Hát mindjárt kiderült a próbadobásoknál, hogy milyen állapotban van. Elsőre nyilván viccesnek hatott az esés, de nem tűnt ennyire problémásnak. Azért ne felejtsd el, hogy szerintem egy ilyen mázsás fiúról van szó, azért több, tudod? Vagy több, szóval hát itt simán lehetett volna egy bokatörés is. Ilyet? Ja, nem véletlen, én, amilyen koncerteken én megfordulok, ugye rock metal koncerteken ott nem ez a mozgáskultúra, tehát nem ez az ökörrázós vetés, ott ugye más jellegű dolgok vannak, ugye pogó, maspit, halálfal, meg stb. Nem véletlenül soha nem megyek bele az ilyen bulikba, tehát én mindig így, de mindig kimaradok belőle, de valahogy mindig tudja magát úgy pozícionálni a közönség, hogy közvetlenül mellettem csinálják, vagy mellettem kezdik el. Ez nem tudom, lehet, hogy bevonzom ezeket a dolgokat. Tehát nem csikorgatjám a fogát. Nem szerencsés dolog. Mondjuk, ha ezek után vállalja a meccset és győz is, akkor nemzeti hős lesz Ivanbode. Szerintem egy picit annyi kell csak, hogy át, igen, na, kezd már visszatérni, de egy picit csak át kell mozgatni a lábát. Ott van Scott Gibling, a PDC-nek az egyik írója. Igen, kicsit fura számára most ez a történet. Ugye olyan önkívületi állapotban volt, gyakorlatilag már transzban a bevonulás előtt is, hogy sajnos benne volt a pakliban, hogy történik egy ilyen botlás. Na hát ebből mennyit tud profitálni a fiatal, mindössze 20 esztendős ír, a balkezes Dylan Slavin? Most az sem kizárt egyébként, hogy ez őt jobban meg fogja zavarni, mint Fanda Ivanbodét. A mérkőzést minden esetre az ír fiatalember kezdi, és akkor nézzük, hogy átkereszteljük Titánról kis bicebócának Fanda Ivanbodét. 85-tel kezdett. Tripla. Sérülten ez nem rossz nyitány. Tripla azért még megy. Jó, a lába sérült, nem a keze. Tehát, igen, de hát te pontosan jól tudod, hogy ha nincs két jó lába, akkor nagyon nehéz azokat a nyilakat elhelyezni oda, hova akarja. Nézzük a folytatást. 140. Nem lesz itt szerintem probléma. Azért mutatja a közönségnek, hogy ne ijedjen meg senki. Végig tudja játszani a meccset. Úgy legyen. Hú, még le kell hajolnia. Megoldja azt is, ahogy elnézem. Kicsit nehézkesebben. Hát lehet, hogy ez az eset arra fogja sarkalni Fanda Ivanbodét, hogy tényleg változtasson a bevonuló zenéjén, és valami kevésbé agresszívebbet toljon, miközben felvonul a színpadra. Hát más, de még nem gurult le a oldalt. Nem lesz meg a 133-as kiszálló Slavinnek. Na mit tudunk erről a kis tínédzserről? Majd mondd el nekem Dylan Slavinről, mert ugye másodszor indul European Touron, és tegnap ért el az első győzelmét. Így van. Egymást követő két European Tour fordulón tud részt venni. Egyébként egy 20 esztendős játékos majd novemberben fogja betölteni a 21. életévét, tehát szemtelenül fiatal és szemtelenül tehetséges. A múlt héten az Austrian Darts Open-en, közben a kiszálló nem oldja meg egyelőre. Visszacsoszog de Ivanbode egy dupla 10-re. Dupla 5.
nagyon fölé. Az se jó. Vissza Slevinhez, ezt már várjuk meg. Húha. Egyre közelebb. Megvan. 21 nyillal. No, tehát ez neki a második European Tour fordulója. A múlt héten az Austrian Darts Open-en is ott volt. Akkor azonban nem sikerült neki tovább jutnia a második fordulóba John Henderson által útját. Már úgy nézett ki, hogy vissza tud jönni a mérkőzésbe, és meg tudja fordítani a találkozót. Hendo időben kapcsolt, és végül 6-4 arányban behúzta a meccset. Egymás ellen nem játszottak még Van Dijvenbode-val, ez mondjuk érthető is, hiszen az ifjú ír fiatalembernek ez az első éve a PDC-ben, úgyhogy jelen pillanatban ő a második legalacsonyabban rangsorolt játékos a még játékban lévők közül. Rajta kívül egyedül Berifán Per az, aki alacsonyabb helyezést foglalja a világranglistán. Az élő sorrendben jelenleg Slevin a 95. pozícióban van, és hát azért eléggé meglepő lenne, hogyha ezen a pozíción tudna javítani ezen meccset követően. De hát Van Dijvenbode-nak ez a bevonulós bukása, ez még nagyon könnyen felülírhat itt sok mindent. Fájdalmai vannak, azért ez látszik ám a dobásoknál, mert föl sziszenget, és saját magát ostorozza, nagyon rossz kör volt. Lehet, hogy a nyolcad döntőbe lesz két fiatal ír. Ugye Kimberly már ott van. Így van. Ő majd Sörlel játszik, ha itt esetleg Slevin tovább jut, akkor Buntinggal találkozhat. 171-es kör. És ha már a továbbjutókat már elkezdted emlegetni, akkor következőlegnek az elején gyorsan végigmegyünk a holnapi menetrendem. A délután, ha jól tudom, akkor te leszel, és igen, Laci jön. Molnár Laci holnap egész nap itt lesz a stúdióban, úgyhogy ő fogja ellátni a szakkommentátori teendőket. Százas az írtől. Itt lehet az egyenlítés Van Dijvenbode-tól, tripla 20. Nem, kiemelte nagyon az elsőt, dupla 16. Ez jó, egyenlít. No, akkor tehát holnapi menetrend. Kezdés 13 órakor a nyolcad döntővel, a harmadik fordulóval. És itt is fordított ágrajzon, tehát nem az első kiemelt van a tetején az ágrajznak, és ezáltal nem is velük fogunk kezdeni, hanem Kimberly és Ryan Sör találkozója lesz az első, majd Michael van Gerwen, Martin Schindler, Michael Smith, Peter Wright, Dave Chisnall, Josh Rock, ennek a mérkőzésnek a győztese Stephen Bunting ellen, majd Damon Hatta, Barry Van Peer, Nathan Espinel, Danny Noppert, és a délutáni etapot Luke Humphries és Andrew Gilding összecsapása fogja zárni, és természetesen a vasárnap esti negyed döntők is ennek megfelelő sorrendben fognak majd zajlani, tehát nem az első kiemeltnek a az első kiemelt ágával kezdjük, hanem a hatodik kiemeltnek az ágával, aki ugye Rob Cross volt, hatodik kiemelt, de ő már nincsen játékban, hiszen Kimberly kiejtette őt. Ezben nézem Dylan Slevin stílusát, mintha egy tomahawkot dobna el olyan erőszakosan, haigálja ezeket a nyilakat. Igen, eléggé sajátos, nyilván neki ez működik, hatékony turkárdot megszerezte vele, úgyhogy kik vagyunk mi, hogy ítéletet hozzunk. Én, és még balkezes is. Hát az mellékes lehet. Dolog. És ezzel, hogy bejött a 95. pozícióba, már akkor hárman vannak balkezes játékosok a top 100-ban, James Wade és Mickey Mansell mellett, legalábbis akiket a múltkor össze tudtam számolni. 158-ra érkezik meg Van Dijvenbode, de 184-ről lehet kerekíteni, mondjuk egy jó 168-al vagy 144-jel. 168-at próbálta volna, marad a 48, nem olyan rossz az. Föl van adva a lecó Van Dijvenbode-nak. Nem is oldja meg. Ó, oh.
harmadik, ez egy nagyon nagy kár. 48-ról tehát. Dupla 16. Nem tudja azonban megoldani. 77 azért az már könnyebbnek ígérkezik, mint a 158. 18-as, dupla 20-as. Nincs meg. Oda néz. Egy egész padlizsán kórus. Dupla 8, több már nem maradt. Megcsinálja! És vezetsz, Levin. 21 nyíl, 18 nyíl, 21 nyíl. Hát egyelőre a színvonal az elmarad a várakozásoktól, de... 140, már harmadszor esik le a toll. Akik esetleg lemaradtak volna a bevonulásról, Van Dijven volt, de sikeresen... Taknyolt egyet, ne szépítsük. ez így történt. És ennek köszönhetően úgy néz ki, hogy egy picit sikerült meghúzni a lábát, úgyhogy ez egyelőre nyilván rányomja a bélyeget a játékára. Igen, ez a mozdulat nem volt benne a koreográfiában. Nem volt még 180 a mérkőzésem. Na, itt lesz az első. 180! Lehet, hogy hamarabb kellett volna szóvá tennem a hiányérzetemet. Padlizsának olyan, mint egy gospel kórus, nem? Egyébként alá komolyan mondom most, hogy minden a pápa látogatás körül forog Magyarországon. Nekem is valami hasonló jutott eszembe. Dupla 8 közben Van Dijvenbode-nak nem oldja meg egyelőre a kiszállót. 138-ra jöhet Slevin. A kiszállózása mind a két fiúnak eléggé vacak. 98-al kerekít 40-re az ír. Dupla 4. Ott van. Az már benne van. 2-2. Na, tehát igen, nekem is pont az jutott eszembe, hogy végignézze ezen a padlizsán társaságon, hogy ki is mutat rájuk Van Dijvenbode, de tényleg már csak azt hiányozna, hogy elkezdjék énekelni a Kyrie eleisont, vagy valami hasonló egyházi kórusművet. Elvégre ott a nézőtéren van egy püspök is, tehát... Igen. Tehát elvileg minden adott. Igen, meghallgatnánk egy ilyen liturgikus előadást. Nem, én inkább egyébként ezt meghajnám a profiknak, tehát az egyházi ének az nagyon szép tud lenni, de csak akkor, hogyha olyanok adják elő, akik tényleg... Ha megvan az áhítat, ugye? Igen, megvan az áhítat, meg tudják is a szöveget mondjuk. Nem feltételezek semmi rosszat az urakról, akik ott vannak, de szerintem nem gyakorló templomba járunk, úgyhogy... Hát izzadságszagú lesz ez, azt gondolom Van Dijvenbode-nak, még ha tovább jut, akkor is. Igen, benne van, és nyilván az éjszakát, ha és amennyiben tovább jut, akkor az éjszakát azt teljes egészében annak kell szentelnie, hogy ezt a sérülést, amit itt önhibájából begyűjtött, ezt minél gyorsabban kipihenje, kiheverje. Hát még az is lehet, hogy meg kell öggeneztetni, nem tudom. Lehet ott ám könnyen egy ilyen izomszakadás, vagy egy csontrepedés. 58. Mint a kettejüknek 20% a kiszállója, pontosan 10/2. A körátlag az meg 80 fölött, de 90-nek a közelébe sincsen. Az befért a triplába, dupla 18 nem jó, visszajön még Slevin. Nagyon szenved a holland, és megvan, 3-2-re vezet Dylan Slevin.
180! Köszi, Laci, az észrevételt, balkezesek esetében Mikőllel nem kalkuláltunk. Ah, Fodrász Mikő, tényleg. Így van, tényleg. Úgy, vannak négyen. Kösz, Laci. Ritka alkalmak, egyike jobban számoltál, mint én. Jegyezd fel, mert több ilyen nem lesz. Lacinak holnap lehetősége lesz majd a visszavágásra. Biztos vagyok benne, hogy élni fog ezzel a sansszal. Hogy örülne Dejven Bodának, ha lennének labdaszedők, tehát akik a nyilakat visszahordják neki. Azért szórja szépen. 120. Nem, a szimplában volt a harmadik, onnan pattant ki. Így is kiszállón van. Sznevén pedig megpróbálja kihasználni az esélyt, és abszolút nincs lámpaláza. Nagyon szigorú, de nem pontos Dejven Bode. Viszont az írfiú most nagyon lemaradt ebben a legben. 60 adó mindössze, és 12 nyíl után sincs kiszállón. És akkor a dupla. Top. És nem jön meg. De hát még jön. Százas. Most érkezik kiszállóra Slevin. Dupla 10, ott van. 3-3. Csak vonszolja magát a holland. Laci mondja, hogy felírta a kéménybe korommal, hogy volt egy alkalom, amikor jobban számolt, mint én. Ezzel csak egyetlen egy probléma, hogy Laciéknál nincsen kémény. Jó, hát minden relatív, bár én számolnék úgy, ahogy a Laci. Valami rosszban sántikál Van Dejven Bode. Aj, tudtam, hogy el fogod sütni. Nézd meg, nézd oda! 180! Tessék, ebben! Hát érezhető volt, hogy odaállt. Annyira vártam, direkt nem akartam ezt a poént ellőni, de annyira tudtam, hogy te megteszed helyettem. 140. Hát de nem igaz? Hát látszott rajta, hogy oda tipegett, hogy itt valami lesz. Na nézzük a következőt. Alatta. Kézzel így dobna egy 9 nyilast sérülten, ez mekkora lenne, nem? Érdekes lenne. Oh, 95, 170 pontra érkezett meg Slevin. Van Dejven Bodinak is kellene legalább egy tripla, hogy kiszállón legyen. Jó helyen van az az első nyíl. Na. Nincs, nem, nincs. Hopp. Azt kell, hogy még erre még rá is sérüljön. Szép. Közel kerül a 4-3-hoz Slevin. Csak hát, ugye Slevinnek ott az esély. Dupla 18. Ott van! Megint vezet. 4-3. Természetesen Laci rád kontrázott, hogy Van Dejven Bode biztos, hogy nem fog ma rétes tenni, hiszen aki nem lép egyszer, nem kap rétes. Ilyenkor jönnek ezek már, igen. Ezek szerint Laci sem áll most még. Nem eléggé. Pedig holnap frissnek kell ám lennie. Bizony. 140. Esküszöm, hogy ezekért holnap mindenért bosszút fogok állni. A nagyobbnál nagyobb hülyeségekkel, szóviccekkel foglak titeket fárasztani. 135.
Slevin tudott egy kicsit javítani a kiszállón. Mi a jó? Olyan 33% fölötti? Az hát már jónak mondható? Igen, az a körönbelüli megoldás. Tehát háromból egy. Hogy három nyíllal odállok a táblához, és körönbelül megoldom az a 33%. Ne, tényleg. Elkezdődött egyébként Füzi Ádámnak is köszönöm szépen. 180! Ahogy a mondás tartja, a hazug embert előbb utolérik, mint Van Dijvenbode-t. Értem. Jó. Ja, úgy néz ki, hogy itt mindenkinek elmentek már otthonról. Ne bántjuk, van neki elég baja itt ezen a meccsen. 60-as, egyébként már 76. Nincs messze attól, hogy egy 20 éves ír gyerek kiüsse. 76 dupla ki, kell még egy 20-as és a dupla 18. Nem csinálja meg. Azért mondom, most itt lehet akár 5-3 is. Még mindig lehet. Ő is marad a 20-ason és a dupla 18. Ő sem oldja meg. Ugyanazt a sablont végigdobták. Ő is ideges azért. Dupla 9, az már veszélyes. Megvan. És megvan! 4-4. Viszont jöhet Dylan Slevin. Triplamentes kezdés. Pro Tour ranglistán a harmadik helyen áll már Dijvenbode, Humphries és Csisznál mögött. Tehát ugye folyamatosan kiemelt az ilyen versenyeken. Kérdés ugye, hogyha tovább jut holnap, milyen állapotban lesz az a két virgács? Puh, 30, 3 nyillal. Nyolcsal folytatja Slevin. Na, az már a helyén van, és 125. Hát ez arra elég, hogy egy kicsit tartsa a lépés Levinnel, csak hát az ír dobálja a triplákat. És már kiszállón van. 140. Ne haragudj, Laci, ezt már tényleg nem fogom beolvasni, amit most írtál, mert ez már túlmegy egy határon nálam. Akkor nem kell. Nem, azért nagyon jó, csak már lefáradok tőle teljesen. Nézd meg, és akkor rá fogsz jönni. Jó, majd. Ha akarod, te beolvasod. Vagy cenzúrázom, vagy beengedem. Dupla 20 Levinnek. Nem jó, viszont még lesz 3 nyila rá. Egyébként jó, tényleg vicces. Beolvasható szerintem, Laci azt írta. Övé, tehát ő viszi el a balhét, hogy szegény Dijvenbode olyan elesetnek néz ki. Dupla 10. Nagyon fontos pillanat. Megcsinálja! És ismét nála az előny. Hát a kiesés határán tántorog Van Dijvenbode. Na ez a tántorog is, tehát ilyenkor minden előjön. Tehát amikor, aminek nem kéne, az is. Amikor spontán jót mondasz. Tessék! Apáca só. 140. Van egy olyan érzésem, hogy elmegyünk itt egy döntőlegig. Igen, benne van a levegőben. De nem adja olcsón a bőrét Slevin. Ez nem baj, mondjuk. És még úgy is vezet, ugye, hogy az átlaga csak 85-ös, a kiszállózás a 30% alatt. Igen.
140. Jó, szétdobták a 20-as szektort. Nincs az egyenlítésért. Kerekít 32-re Van Dijvenból, de Slevin még fent az egekben. Most érkezik a kiszállóra. Igen, dupla 16. 5-5. Jó, igazad volt. Ez így jó az este végén. Az idegek csatája kicsúcsosodik egy utolsó legben. Csak hát ugye brékelnie kellene Dijvenbodénak. És még van kedve viccelődni Van Dijvenbodénak azt követően, hogy ekkor átesett a színpadon. Igen, majdnem csinált egy kelepet. ...52 mindössze az indítás. Na nézzük. Nagyon koncentrál, nagyon. Jó a váltás. 134. Lehet, hogy a végén kiütközik az, hogy neki azért rengeteg színpadi megjelenése volt már. 60. Nem volt break a mérkőzésen, tehát úgy jutottunk el ötötig, hogy mindenki mindig hozta a saját kezdését. Van Dijvenbode egyszer nem vezetett ennek köszönhetően ezen a mérkőzésen. De hát nyilván elég egyszer vezetni a leges legvégén. Nézzük, hogy Slevin tud-e valami extrát hozni még innen. Tud. 140, tud. Nagyon jó. Nem ügyetlen fiú. Így még körömrágósabb a vége. Lehet váltani tripla úszra. Nem jön. Ötös. 84 azért van belőle, de nincs kiszállón Van Dijvenbode. És jön a tripla Slevinnél. Nyilván most megkapja a fügy koncertet. Igen. Megzavarják ám rendesen. Százas. És azért most oda dob egy köszönöm szépen. Szépen körbevinsz a közönségnek. 129 Van Dijvenbodénak, 149 a Slevin. Nincsen tripla úsz, nincs kiszálló, csak kerekíteni tud. 90-re. 100 fölötti kiszálló, nem volt még ilyen a meccsen. Nem bizony. Nagy csatanó lenne befejezni így. Eddig jó. Dupla-dupla! Igen! Ez kész! És... Nézd, mit csinál! Megvan azért az irónia. Hát egy igazi őrült! Nem, ez nem, fantasztikus. Nem, hát ilyen befejezést. Zseniális az ember. Zseniális az ember. Saját magának tette egyébként nehézzé ezzel az eséssel, amit produkált itt a felvonuláskor. De saját szempontjából nyilván minden jó, ha a vége jó. Hát csak virtuálisan bukott el ott a bevonulásnál. Így van, úgyhogy összejött végül is a Dirk Van Dijvenbode Stephen Bunting találkozó a legjobb 16 között. Dylan Slevin pedig azt követően, hogy megnyerte élete első European Tour mérkőzését a tegnapi nap folyamán, ma nem bírt a hazaiak kedvencével. Ezzel zárul a mai nap, kedves nézők. Barta Zsolt hétvégi segítségét nagyon szépen köszönöm. Jó pihenés, Zsolti. Köszönöm szépen. Jövő héten várunk vissza. Jönni fogok. És akkor vasárnap 13 órától Molnár Lászlóval folytatjuk tovább a holland darts bajnokság közvetítését. Már ennyit. Jó éjszakát, viszontlátásra. Jó éjszakát, viszontlátásra.